Szevasztok srácok, ma egy ilyen érdekes videót hoztam nektek, amivel bemutatok nektek egy ilyen elhagyatott személyi kocsit. Egyébként ez nem más, mint egy Bézi személyi kocsi. Valamikor régen még az MD motorvonatok megjelenése előtt ilyen személyi kocsikkal továbbították a mellékvonali személyszállító vonatokat. Ezek ugye ilyen kis kéttengelyes személykocsik voltak, volt első osztályú verzió is, hogy az volt az AZ személykocsi. Így néz ki, hát nagyon régóta lehet ez ilyen állapotban. Kicsit közelebbről is megnézzük, tartsatok velem, hogyha érdekel titeket is. Hát így néz ki belülről ez a kis személykocsi, hát látjátok, hogy elég ramaty állapotban van már. Vannak itt ilyen monitorok is bent eldobálva, szóval... Ilyen. Szerintem ez már legalább vagy 25-30 éve selejtezve van ez a kocsi, ha nem több. Ugye ezekkel a kocsikkal, ami után ugye kiselejtezték őket a személyi forgalomból, utána ezek különféle pályafenntartó kocsikká vettek átalakítva igazándiból, illetve tűzoltó vonatoknak a kísérő kocsijai is voltak. Ilyen típusú járművek. Hát erről a kocsiról konkrétan nem tudok egyébként nyilatkozni, hogy mi volt az előélete, mielőtt ugye selejtezésre került volna. Szóval, hát látjátok ti is, igazándiból nem kell nagyon bemutatni, hogy milyen állapotban van szegény jármű. Szerintem itt volt a tűzoltókészülék valamikor, ugye ez lehetett a helye. Szétnézünk. És egyébként az az érdekesség, hogy látjátok ti is, hogy ilyen fa padlóból van az alja az egész kocsinak. Itt volt egykor a mosdó, szerintem. Nem itt volt. Itt volt a mosdó valamikor. Itt látszik is még a maradványa, de hát látjátok, hogy milyen állapotban van már ez a jármű, úgyhogy azért is gondoltam, hogy bemutatom nektek, amíg lehet, amíg tulajdonképpen nem bontják ezt a kocsit így szét. Hát ilyen állapotban van, srácok, látjátok. Szomorú, de ugye haladni kell a korral, ezek a kocsik azért tényleg már megjárták a vaspályákat, lejárt az idejük, már a 80-as, 70-es, 80-as években is, tehát ezek már akkor is elavultnak számítottak. Mondjuk itt az ülésekből ítélve egyébként ezeket később, ugye mondtam nektek, hogy fapadosak voltak eredetileg, később azért alakítgattak rajtuk, hát látjátok, hogy ilyen üléshúzatokat kaptak meg minden, tehát valamikor ezek még ugye közlekedtek, és ami még érdekes, ez a fonott csomagtartó, ugye. Szóval így néz ki, látjátok, még kuka is volt ott, ott volt a fűtés is beépítve kocsikba, ugye, tehát valamikor még talán ezek ugye kályhafűtésesek voltak, még eredetileg, csak utána később már ugye ezeket is modernizálták, tehát azért mondom, hogy ezek is sok-sok átalakításon estek át az idők alatt, ugyanúgy, mint a BHV-k mondjuk, tehát azok is még kezdetben gőzös által vontatott szerelvényekbe voltak besorozva, meg gőzfűtés volt rajtuk, utána azért kiépítették a villamos fűtést is, meg minden, tehát... Bár mondjuk szerintem ez a kocsi nem szolgált PFT célokat, mert ugye az ülések megvannak benne, tehát semmilyen raktári rész, vagy ilyen podgyász rész nem volt benne kialakítva, utólag sem, ahogy nézem. Szóval... igazából... ennyi lenne ez a kis kocsi. Hát ezek itt mondom, hogy... BZ X személyi kocsi volt egyébként. Tehát valamikor ugye ezek BZ kocsik voltak, utána lettek BZ X-ek. És igazából, ja, itt van a, még látszik, hogy a hosszúsága a kocsinak, itt vannak még az adatai egyébként, a revíziónak a dátuma, hát nem látszik. Sajnos nem látszik, pedig itt volt. 91 talán. 13, vagy 31. Nem tudom, nem látszik rendesen, tehát de nagyon, nagyon rossz állapotban van már szegény, szóval
Szóval ennyi. Ugye itt voltak a akkumulátortárló részek. Tehát ez már... Én már nagyon romacs állapotban van a szegénykém. Úgyhogy talán... Így van. Talán ez az utolsó felvétel, ami készült erről a kocsiról.